A német védelmi miniszter sajtósai a lehallgatott német tisztek kapcsán elképesztően kínos helyzetbe kerültek. Trump javára döntött az amerikai legfelsőbb bíróság. Szenegában az amerikaiak akadályozhatták meg az újabb afrikai pucsot. Ez a hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, túroceri hát vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, úgy arra kérem, hogy ezt most pótolja. A politikó által idézett az Egyesült Államok NATO-nál szolgáló volt nagykövetve, Ivo Zalder szerint Thierry Bukád a francia hadsereg vezérkari főnöke néhány héttel ezelőtt javaslatot tett a nato kollégáinak arra, hogy vizsgálják meg a szövetséges erők Ukrajnában történő elhelyezésének lehetőségét, azonban egyértelműen negatív választ kapott. Zalder részletezte, hogy ez a javaslat még Emmanuel Macron francia elnök nyilvános kijelentése előtt került előterjesztésre, és biztosabban, hogy egyetlen katonai vezető sem nyújt be ilyen kezdeményezést a legfelsőbb politikai vezetés jóváhagyása nélkül. A politikó anyaga szerint ez lehet tehát az oka mindannak, amit a francia politikai vezetés az elmúlt héten művelt a nemzetközi nyilvánosságban. Információi szerint Bölkák felvetette a lehetőséget, hogy egy koalíció vállaljon bizonyos feladatokat Ukrajnában. Például védelmi rendszerek személyzettel való ellátását, a katonák helyszíni kiképzését, kiberműveletek végrehajtását, aknamentesítési segítségnyújtást, azonban a szövetségesek egyöntetűen elutasították ezeket a javaslatokat, pontosan azért, mert ez azt jelentené, hogy nyugati katonák vállalta megjelennének Ukrajna területén. Zalder szerint Párizs nem hallgatott az elutasításra, vagy idézem, lehet, hogy még csak nem is érdekelte őket, majd hasonló kezdeményezéssel lépett elő Macron imáron nyilvánosan. A politikó cikkében Macron a nagyszabású állásfoglalások nagymestereként jelenik meg, aki retorikai bombákat dobál. Emlékeztetnek arra, hogy korábban hogyan beszélt a NATO agy haláláról, néhány héttel egy londoni csúcs találkozó előtt, vagy arra, hogy hogyan sürgette a nyugatot, hogy ne alázzák meg Oroszországot, amikor még csak három hónapja tartott az, amit Oroszországban csak speciális katonai műveletnek hívnak. Ezek a kijelentések szemöldök felhúzást okoztak a nyugati világvezetői közt, de a legtöbb esetben Macron állításait csupán nagyszabású kijelentéseknek tekintették, hasonlóan azokhoz a gyakori hívásokhoz, amelyeket Vladimir Putin orosz elnöknek tett a hiába való kísérletek során, hogy megelőzze, majd megállítsa Oroszország ukrajnai műveleteit. A cikk szerint Macron legutóbbi kijelentése, mi szerint semmit sem szabad kizárni, amikor arról kérdezték, hogy a NATO országai küldhetnek-e csapatokat Ukrajna védelmére, egy bombaként robbant. És pont ez lehetett a célja is ezzel. A politikó információi szerint Macron a kijelentéseivel Franciaország kisebb mértékű katonai támogatását próbálja ellensúlyozni Ukrajnának, amely jelentősen elmarad Németországétól, amely az elmúlt két évben majdnem 18 milliárd euró közvetlen katonai segítséget nyújtott Ukrajnának, szemben Franciaország 2,5 milliárd eurós támogatásával. A lap információi szerint tehát vélhetően a szándék nem volt annyira komoly, mint ahogyan azt kommunikálták. A német védelmi miniszter Bohus Pistorius kijelentette, hogy a német tisztek lehallgatása nem egyszerűen csak egy nyilvánosságra hozott beszélgetés a légierőnél. Idézem őt. Egyértelmű, hogy ez az incidens nem csak egy beszélgetés elfogása és nyilvánosságra hozatala a légierőben. Ez része annak az információs háborúnak, amit Putin vezet. Ebben nincs kétség. Ez egy hibrid támadás dezinformáció céljából. Az LND szerint a miniszter elmondta, hogy a hét első napjaiban várja az esemény belső vizsgálatának eredményeit. Ez többek között arról szól, hogy a közített beszélgetés során megvitatott tartalmakhoz a megfelelő technikai megoldást választották-e. Pistorius nem zárja ki a lehallgatási botrányban érintett tisztekre vonatkozó lehetséges következményeket, de először meg akarja várni a belső vizsgálatok eredményét. Ennek ellenére megvédte tisztjei beszélgetésének tartalmát. Idézem őt. Úgy gondolom, hogy a tisztek azt tették, amiért ott vannak. Elgondolkodtak különböző forgatókönyveken, anélkül, hogy bármiféle tervezést végeztek volna. Az orosz sajtóban azt emelik ki, hogy a tisztek úgy beszélgettek egy orosz híd lerombolásáról, amelynek egyik vége Oroszország Németország által is elismert határaim van, hogy sem a védelmi minisztertől, sem pedig Olaf Scholz kancellártól nem kaptak engedélyt a Taurus bevetésére, sőt a Taurus átadását a német kancellár újra meg újra nyilvánosan megtagadja, és legutóbb már meg is indokolta ezt részletesen technikai magyarázattal. Állítása szerint a német rakétákat nem tudják úgy lekorlátozni, mint ahogyan a britek és a franciák tették a saját nagyhatótávolságú rakétáikkal azért, hogy ne támadhassák velük az ukránok Oroszországa nyugat által elismert területét. Anatoli Seré az EU területén menedékjogot szerzett ukrán újságíró, azzal kommentálta a német védelmi miniszter szavait, aki Putyin információs háborújáról és dezinformációról beszélt, ugye, hogy idézem, a dezinformáció itt mi volt? Nem volt ilyen beszélgetés, vagy ezek a tisztek nem léteznek? Az, ami most következik, a német Bild szerint egy héttel ezelőtt még tréfának tűnhetett volna, a német hadsereg tisztjeinek orosz kémek általi lehallgatása után már rendkívül kínosnak néz ki. A német védelmi minisztérium közzétette a honlapján Boris Pistorius védelmi miniszter a lehallgatott légierő kommunikációról szóló sajtónyilatkozatát. A nyilatkozat egy internetes linken keresztül érhető el, amelyhez jelszó szükséges. A német hadsereg oldalán szigorúan azt szerepel, hogy ez a kiadás jelszóval védett. A jelszó pedig nem más, mint az, hogy 1, 2, 3, 4. Ez az elmúlt évek legnagyobb lehallgatási botránya után hatalmas szégyen, miközben az még mindig tisztázatlan, hogy az orosz kémek hogyan tudták lehallgatni a NATO tag Németország tisztjei közötti bizalmas beszélgetést, akik 38 percen át titkos dolgokról tárgyaltak. Arról beszéltek, hogy az ukránok hogyan használhatnák a német Taurus-manőverező robot repülőgépeket, hogy a brit katonák hogyan segítenek az ukrán fegyveres erőknek, mennyire sebezhető a krími híd és más hasonlóan súlyos témákról. A francia közszolgálati hírcsatorna a France vendége volt Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa. A hétfői televíziós beszélgetésben kijelentette, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tévedett, amikor azt mondta, hogy az Európai Unió csak 300 ezer lövedéket szállított Kievnek az ígért egy millióból. Emlékeztetett arra, hogy ezeknek egy részét ukránának magának kell megvásárolnia. Azt mondta, idézem, ami Zelenszky-t illeti, amit ezzel kapcsolatban mondott, az nem felel meg a valóságnak. 2023 márciusában az Európai Unió 27 tagállama úgy döntött, hogy egy év alatt egy millió lövedéket szállít. Szállít, és nem pedig átad, tette hozzá Boton, megjegyezve, hogy Zelenszky erről úgy beszélt, mint ingyenes átadásról. Emellett nagyívű európai fegyverkezési programról is beszélt a tévéműsorban, melyben lépésről lépésre egyre nagyobb európai fegyvergyártóipart hoznának létre, amelyet egységesítenének, mivel Európában sok különféle cég gyárt különféle fegyvereket, így aztán például harckocsiból is többféle van, miközben az egyes pedig csak egyféle van rendszeresítve. A stúdióban ülve a biztos nem úgy beszélt ezekről a tervekről, mintha ezek a költségek az európai életszínvonalat rontanák, hanem éppen ellenkezőleg a fegyvergyártás és a védelmi ipar ilyen óriási léptékű fejlesztése valami jót is tartogathat az európai lakosságnak. Thierry Böton a beszélgetés során azt is felvetette, hogy az Európában lefoglalt orosz állami vagyont is felhasználhatnák az európai hadipar fejlesztésére. Ekközben az orosz Business FM gazdasági rádióállomás arról adott hírt, hogy az orosz technológiai konglomerátum a Rastiek vezetője, Szirgéj Csimizov elárulta, hogy miért nem lehet látni az új armáta tankokat a fronton. Csimizov kijelentette, hogy a T-14 armáta tank használata a speciális katonai műveletben túl költséges lenne. A tank funkcionalitását tekintve jelentősen meghaladja a meglévő tankokét, de egyszerűen túlságosan drága, ezért valószínűleg nem fogják használni. Erre a harcra a T-90-esek bőven elegendők, mivel a velük szemben álló nyugati eszközök nem a legkorszerűbbek, és számos olyan dolgot eltávolítottak belőlük az azokat átadó nyugati országok, amelyek jelentős előnyökhöz juttatnák az ukránokat. A T-90 jelenleg az orosz hadsereg főharckocsia, és a számok alapján, mivel ez a Business FM híradása is ők számokkal foglalkoznak, egyben a világ legkeresettebbje is. A T-14 Armata viszont Oroszország legújabb fejlesztésű tankja, amely a legmodernebb technológiákat és fegyverzetet használja. A tankára ismeretlen, de a szakértők 400-500 millió rubel közötti árat említenek darabonként, már pedig 1 rubel 4 forint körül mozog. Az oroszok eddig csak katonai parádékon láthatták az Armata tankokat, illetve kiállításokon. Csimezov hangsúlyozta, hogy az Armata használata az Ukrán fronton nem lenne észszerű, tekintettel a harci cselekmények jellegére. Dmitri Karniev, katonai szakértő, a Military Russia portál alapítója a Business fm azt nyilatkozta, hogy az Armata tankot modern tankokkal felszerelt egységekkel való összecsapásokra tervezték. Egy Armata árából másfél, talán még két T-90-es tankot is lehetne vásárolni, ami jelenleg sokkal előnyösebb a speciális katonai művelet zónájában folyó harcok fajtájához. Ekközben igazolta már a harmadik amerikai Abrams tankot is kilőtték az oroszok, vélhetően ezt is drónnal. Az újabb amerikai tank elvesztése kapcsán az útrahang szakértője Dr. Somkuti Bálint hétfőn arról írt, hogy önmagában nem az elvesztés ténye a fontos, hanem az, hogy ezek az eszközök, idézem, kvázi a kizárólag végszükség esetén bevetendő kategóriába tartoznak. Az ukrán kormány szerint Ukrajna mégis kész folytatni az orosz gáz tranzitját pénzért cserébe, de csak egy Európai Unióból származó közvetítőn keresztül. Ezt Gyényi Smöhel, ukrán miniszterelnök jelentette be. Azt mondta, ha az európai országok egy konzorcium formájában, vagy ha az európai partnerek közül valaki összekötőként lép fel, Ukrajna készenek a szolgáltatásnak a nyújtására. Korábban a szlovák miniszterelnök Robert Fico javasolta ezt az ötletet 2025-től kezdődően egy találkozón éppen Smehel kijelentette, hogy Kiev kész meghosszabbítani az orosz gáz tranzitját, ha az EU ezt kéri, de kizárta a közvetlen tárgyalásokat Moszkvával, és készségét fejezte ki a kérdés megvitatására az európai partnerekkel. Az észt Kadri Simpson, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa szerint az EB nem tervez kapcsolatot felvenni Oroszországgal a tranzit folytatása érdekében, de minden szükséges intézkedést meg fog tenni, hogy megszabaduljon az orosz gáztól. Az erről szóló terv szerint legkésőbb 2027-ig, idézem, meg kell szabadulnunk az orosz gáztól, miközben alternatív szállítási útvonalakat és szállítókat keresnek a tagországok számára, valamint támogatják Ukrajna jobb integrációját az EU gázpiacába. Az orosz gazprom és az ukrán naftaház közötti szerződés, amely az orosz tranzitját szabályozza Ukránán keresztül Nyugat és Közép-Európába 2024 végén jár le. Ez a tranzit útvonal maradt az egyetlen útvonal a közép-európai orosz gázszállításokhoz az északi áramlat egyik vezetékének felrobbantása és a Jamal Európa vezetéken keresztüli szállítás felfüggesztése után. Ukrajnában két éve háborítja fel a lakosság nyugatos és az elsősorban nyugati ország részben élő többségét, hogy Ukrajna elfogadja Oroszország pénzét azért cserébe, hogy a területén keresztül az EU-ba érkezzen orosz gáz. Ez a téma egy rendszeresen visszatérő elem az ukrán nyilvánosságban, ahol a nacionalista és szélső jobboldali kritikusok azért támadják a jelenlegi ukrán vezetést, mert pénzért biztosítják az orosz szállítását a saját infrastruktúrájukon. Az előző év végén számos ukrán kormánytag újra és újra elmondta, hogy semmilyen körülmények között nem engedik majd meg az orosz szállítását Ukrána területén, az aktuális szerződés lejárta után. Az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága egyhangulag, vagyis nem csak a republikánus hátterűnek tekintett bírók, hanem mindannyian. Donald Trump volt elnök mellett döntött abban a vitában, amely azt vizsgálta, hogy Colorado állam eltávolíthatja -e őt a 2024-es előválasztási szavazólapról. Vagyis ez a döntés a republikánus előválasztáson való részvételre vonatkozik. A döntés hatással lesz több mint 30 államra, amelyek szintén megfontolástárgyává tették Trump 2024-es szavazólapról való eltávolítását. Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága először vizsgálta meg a 14. módosítás harmadik cikkének jelentését és hatókörét, amely megtiltja azon korábbi hivatalnokok újbóli közszolgálati megbizatását, akik felkelésben vettek részt. Több mint 30 államban nyújtottak be ezzel kapcsolatban felhívásokat Trump 2024-es szavazólapról való eltávolítására. A bíróság megállapítása szerint az államok kizárhatnak személyeket az állami hivatalokból, de az alkotmány értelmében nincs hatalmuk a harmadik szakasz érvényesítésére a szövetségi hivatalokra vonatkozóan, különösen az elnökséggel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy egy állambírósága nem tilthat meg olyat, ami kihatással lenne az összes többi államlakosaira is hiszen Donald Trump az összes többi államban is a republikánusok jelöltje szeretne lenni az elnök választáson, ahol nem Colorado elnökét választanák meg, hanem az USA elnökét. Ennek megfelelően Donald Trump jogosult jelöltként szerepelni Colorado 2024-es elnökválasztási előválasztásán. Trump a döntésre reagálva Amerika nagy győzelmének nevezte a fejleményt, szokásához híven csupa nagy betűvel írva ezeket a szavakat. A Colorado állam által képviselt álláspont mellett azzal érveltek, hogy Trump 2020-as választási beavatkozással kapcsolatos viselkedése, amely a január 6-i kapitólium elleni zavargásokkal tetőzött, felkelésnek minősül, ezért ki kellett volna zárni őt az állam szavazólapjáról. A legfelsőbb bíróság azonban úgy vélte, hogy az államok általi harmadik szakasz érvényesítése különösen az elnökséggel kapcsolatban nem járható út. Amy Kenny Barrett bíró egyetértő véleményében kiemelte, hogy a bíróság politikailag töltött kérdést rendezett el az elnök választási szezon helyében, és hangsúlyozta, hogy a bíróság döntésének csökkentenie kellene az amerikai társadalmi megosztottságot és negatív töltetet, nem pedig növelnie. Mind a kilenc bíró egyetértett az ügy kimenetelével, ami az amerikaiak számára fontos üzenet, mert politikai és ideológiai háttértől függetlenül egyhangú döntést hoztak. Az amerikai elemző műsorokban a döntés után a leggyakoribb kommentár éppen az, hogy a legfelsőbb bíróság még külön üzenetbe is foglalta, hogy tenni kell a politikai megosztottság ellen, illetve az is fontos, hogy egy politikai indítatású ügynek minősítette a bíróság azt, amiről döntöttek, kizárólag az amerikai jog alapján objektíven világnézettől függetlenül. Észak-Korea elkezdte eltávolítani az Egyesüléssel kapcsolatos kifejezéseket tartalmazó cikkeket a hivatalos médiumaiból, beleértve a békeegyesítés, a hazánk egyesítése, a nemzeti nagy egyesülés, de még az Észak-Korea kifejezéseket is, amelyek most már tabunak számítanak Észak-Koreában. A Jönhább hírügynökség szerint ez a lépés Kim Jong-un északkorai vezető azon kijelentésével összhangban történt, hogy dél koreával most már soha nem valósulhat meg az egyesülés, ami egy új irányvonalat jelent a dél koreával való kapcsolatok terén. Kim Jong-un az év végén tartott pártülésen kijelentette, a két korea közötti kapcsolat többé nem tekinthető rokoni, azonos természetű kapcsolatnak, hanem ellenséges két állam közötti háborúban álló két harcoló ország kapcsolatának. Ezzel kizárva az egyesülés lehetőségét. A legfelsőbb népi gyűlésülésén most azt is kimondta, hogy ennek megfelelően jobb lenne nem használni a félrevezető régi kifejezéseket, amelyek a két korea közös nemzetiségire utalnak, és Észak-Korea megkezdte az egyesítés eltörlését különböző területeken. Észak-Korea eltávolította az Egyesítéssel kapcsolatos kifejezéseket tartalmazó cikkeket az online kommunikációjából, ugyanis Észak-Koreának vannak online felületei, amelyekkel külföldre is kommunikálnak. És olyan lépéseket tett, mint az Interkoreai Együttműködés népszerűsítő internetes források működésének leállítása, valamint olyan térképek megjelenítése az Észak-Koreai Televízióban, amelyek csak az észak által valóban ellenőrzött területeket tartalmazzák, ami az északiak történelmében példátlan. Egyiptom azt állítja, hogy előrehaladást értek el a túszokkal kapcsolatos tárgyalásokban a Hamas számi közben Simwar, a Hamas gázai vezetőjállítólag hallgat. Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy megsemmisítette egy palesztin sejtet, amely felelős volt rakétatámadásokért. Közben pedig az észak-gázai segélyszállítási erőfeszítések folytatódnak, eredményük azonban tisztázatlan. Az egyiptomi tévécsatornák szerint a Hamas közvetítői és köbetei jelentős előrehaladást értek el egy tűzszünet felé Gázában, miután a kairói tárgyalások második napjába léptek, bár Aggodalmak merültek fel, hogy Jekyll szándékosan elutasít egy megállapodást a régió további destabilizálása érdekében. Egyiptom, Katar és az Egyesült Államok közvetítettek az Izrael és a Hamas közötti majdnem 5 hónapja tartó háborúban történő idéglenes tűzszünetről és túlszabadon bocsátási megállapodásokról. Egy névtelenül nyilatkozó magasrangú egyiptomi tisztviselő azt mondta, hogy Egyiptom intenzív erőfeszítéseket tesz egy tűzszünet elérésére a Ramadan előtt. A Ramadan az idén március 10-én vasárnap este kezdődik, és április 8-a hétfő estig tart majd. Bár az egyiptomiak és a katariak nagyon igyekeznek, hogy a Ramadan előtt meglegyen a megállapodás, egy névtelenül nyilatkozó Hamas tisztviselő a Wall Street Journal-nak azt mondta, hogy valószínűtlen, hogy a megállapodás addigra létrejöjjön. Izrael nem küldött tárgyalócsoportot Kairóba, miután nem kapott kielégítő választ a hamas a legutóbbi Párizsban kidolgozott keretrendszerre. Emellett nem voltak hajlandók eleget tenni az izraeli követelésnek, miszerint adjanak át egy listát a még élő túszokról, és pontosítsák, hogy hány palesztin foglyot kell Izraelnek szabadon engednie minden egyes túszért cserébe. A Hamas politikai irodájának tagja, Beszem Naim, a BBC-nek adott interjújában azt állította, hogy azért nem állítottak össze az élő túszokról egy listát, mert egyszerűen nem tudják, hogy kik élnek még és hol van az összes túsz, mivel a túszok egy jó részét nem a szervezet tagjaira bolták el, hanem a szervezethez nem tartozók, akik ebben az értelemben civilnek tekinthetők. Az orosz katonai think tank a Reber szerint a Szenegában országszerte zajló tömeges tüntetések, a választási nap áthelyezésének törvénytelenségéről szóló alkotmánybírósági döntések és a nyugati országok nyomásának hatására Szenegál elnöke Meki Szal ígéretet tett arra, hogy a lehetőleg hamarabb mégis megszervezi az elnök választást. A tömeg megnyugtatása érdekében az elnök bejelentette körülbelül 400 tüntető börtönből való szabadonbocsátását és egy olyan törvényjavaslat parlamentbe való benyújtását, amely amnestiát nyújt az elmúlt három év politikai cikkei alapján elítéltek számára. Szal emellett nemzeti párbeszédet is szervezett a parlamentben az új választási dátum meghatározása érdekében és bejelentette, hogy április másodikán hivatali idejének hivatalos lejárta után távozik hivatalából. Bár az elnök jelöltek listája változatlan maradt, többségük továbbra is bolykotálja Szal döntését, azzal vádolva őt, hogy pontokat próbál szerezni pártja számára a közelgő választásokon. Annak ellenére, hogy az ellenzék elégedetlen, Szal elnök szabai után a tömeges tüntetések fokozatosan lecsillapodtak. Most már csak néhány tüntetés zajlik, főleg az ország fővárosában. Felmerül a kérdés, hogy miért döntött Szal ezúttal a visszalépés mellett, tekintettel arra, hogy a korábbi spontán tüntetéseket, például az ellenzéki vezető, a Huszame Szonko bebörtönzésével kapcsolatosakat egyszerűen elnyomták. A válasz a regionális helyzetben és az Egyesült Államok érdekeiben rejlik a Röber szerint. Szenegál hasonló jellemzőkkel rendelkezik a száhelővezet szomszédos országaihoz képest, tehát Malihoz, Burkina Fasohoz és Nigerhez. Szeparatista déllel és erős hadsereggel a militánsokkal szembeni fellépésre. Ezt az Egyesült Államok illetékesei is tudják, akik nem akarják elveszíteni egyik fő központjukat Nyugat-Afrikában, amely anyagi és technikai támogatást, hírszerzési adatgyűjtést és a helyzet megfigyelését biztosítja. Az oroszok szerint Washington valószínűleg megkezdte a talaj előkészítését a gaboni események megismétlésére, ahol a pucs eredményeként végül egy pro-amerikai elit került hatalomra. Ezért a médiában hirtelen megjelentek cikkek a Szenegál az új Niger, vagy lehetőség egy újabb pucsa Afrikában témában. Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan nyomást kezdett gyakorolni a szenegáli hatóságokra. Washington egyszerűen csak jelezni akart a szálnak, hogy ha továbbra is késlelteti a választásokat és destabilizálja az ország helyzetét, akkor ő és a pártársai ugyanazt a sorsot szenvedik el, mint Afrikában nemrégiben megbuktatott kollégáik. Ha viszont megkészül a visszalép, nem csak elkerüli ezt a sorsot, de még mindig marad esélye, hogy több pontot szerezzen pártja számára a közelgő választások előtt. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor küldj el az ismerőseinek is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!